Az első órában egy általános tájékoztatót tartottunk, amelyben bemutattuk azt, hogy mi ma a gimnáziumi oktatásnak az előnye, miért érdemes gimnáziumba jönni, miért érdemes egy kis gimnáziumot választani, mint például a miénk. Aztán a második, harmadik órában óralátogatási lehetőség lesz. 10 kollégával biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy egy kicsit az óráknak, a tanításnak a hangulatát is megtapasztalhassák a diákok és a szülők. A negyedik órában pedig kötetlen beszélgetésre, az intézménnyel való ismerkedésre, illetve az itt folyó munkával való megismerkedésre van lehetőség. Tehát igazából ez egy 8 órától 12 óráig, tehát egy egész délelőtti programot kínálunk a szülőknek és diákoknak, akik ugye megtisztelnek bennünket. Nálunk a prioritás az elsősorban az érettségi vizsgához kapcsolódott. Nyilván mi egy érettségit adó intézmény vagyunk. Nagyon nagy lehetőség ez a gyerek számára ma, a ma felnövő diák számára, hogy előrehozott érettségi vizsgát tehet, azaz a 12-ben leteendő érettségi vizsgáit előrehozhatja egy vagy két évvel. Ez idegen nyelvből és informatikából van erre lehetőség. Az a tapasztalatunk, hogy ezekre érdemes a gyerekeknél ezeket szorgalmazni, és erre buzdítani, felkészíteni őket. A legtöbb diákunk az 10-ben megcsinálja már az informatika vizsgáját. Vannak ügyesebbek, akik még korábban is, akik hatosztályos rendszerben jártak. Nyilván, ha valakinek ez nagyon jól sikerült, akkor ez akár egy ECDL számítógép kezelői végzettséggel is egyenértékű. Illetve a nyelvvizsga lehetőség, hiszen az emelt szintű érettségivel egyben nyelvvizsgát is szerez a diák. Erre pedig hát az a praktikum ennek, hogy 2020-tól a felsőoktatási intézménybe való jelentkezésnek már feltétele lesz a középfokú nyelvvizsga, ezt pedig itt ingyen, tanítási keretben, helyben megtehetik vagy megcsinálhatják a diákok. Már egy több évtizedre visszanyúló testvériskolai kapcsolatunk németországi Bézikheimmel, illetve hát emellett nagyon komoly az angol szász nyelvterülettel való kapcsolattartás is. Szinte évente vagy időszakonként szervezünk Londonba, vagy Nyugat-Európába, más országaiba utakat, és hát a kárpát-medencei magyar településekkel is, ugye Erdélyben Gyergyóditról a testvértelepülésünk, Szlovákiában Nagysalló, tehát ezekkel is élő a kapcsolatunk. Nagyon nagy támogatottsága van a szakgimnáziumoknak, illetve szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, ugye ma így nevezik őket, mert munkaerőhiány van Magyarországon. De mi ezt mondtuk igazából, hogyha valaki 14 éves korában nem tudja biztosan eldönteni, hogy mi szeretne lenni, akkor érdemesebb még mindig a gimnáziumot, mert gimnázium után is tud szakmát. De ha valaki egy szakközépiskolába vagy szakgimnáziumba arra a vonalra áll rá, onnan nagyon nehéz más típusú intézménybe jelentkezni. Szinte, ugye ezt is fogalmaztuk meg, hogy szinte behatárolja az egész életét. 14 éves korában eldönti, hogy milyen irányba fog folytatódni az élete.